Milyen? A jó kakas. Amit reggel levágnak azonnal, és ott azonnal megkopasztják, nem amit hűtőházba tartanak egy pár napig, és abból nem lehet olyat főzni, mint a másikból. Fontos a származási helye? Fontos. Hogy mit eszik? Távod eszik, vagy sima kukoricát, búzát, vagy saját magad arája valaki? Megvan az a kakas, ami az ideális. Nos, utána mit kell tenni vele? Utána azt fel kell bucolni, megkopasztani, ugye kitokozni, azt kicsit meg kell pörkölni, mert ugye azon csak marad valami kis a nyakka környékén, ahol nem egyszerű. És akkor utána földarabolni, megfelelő szinten, hogy ne legyen apró, ne legyen szilánkos, tehát nem bárda szét, hanem fűrészsel rendesen fővágni. És akkor utána fölkészíteni, teszünk egy kis hagymát, egy kis törött paprikát, egy kis borsot, egy kis sót, fokhagyma, és ennyi. Mint zsűritag, mi az, amire odafigyelnek, mi a tapasztalat, hiszen most már lassan a vége felé közeledik. Igen, ez a 8. főzőverseny, kakas főzőverseny, és egyre jobb szintű, egyre ízesebbek, mindig tanulnak. Mi a zsűri nagyon arra törekszünk, ami a legfontosabb, hogy általában a csapahelyeseken ne legyen szennyezettség, tehát a higiénia mindenek felett. És akkor utána annak megfelelően jön a illat, a küllem és az állag a kakasnak. És utána elkezdjük kóstolgatni, ami a legjobb nekünk is, végre valamit teszünk. És akkor ilyenkor jön a íz, a színhatás. Sokan nagy hibába követnek, ami ezután jön a zsűrizésnél, mert ez országos, mint a szerint megy. Tehát nem kitaláció, hogy nem szabad túl fűszerezni, mert túlüt elütő a kakasnak az aromáját. Tehát alap, hagyjuk meg őt, hagy kukorékoljon. És akkor végén, mikor már megvan az összhatás, tálalás, lényeges, hogy hogy tálalják, mert nem mindegy, idegen anyagot nem szívesen látunk a tányér szélén, ami nem klappol a kakas körethez. Tehát a díszítés ne essen át a ló másik oldalára,